hihetetlen figyelemmel követtem a srácokat, és hát szerintem sokat nem kell kommentálni az eseményeket, hiszen mindenki látta, hogy mennyire magabiztosan és jól játszott a csapat mindkét mérkőzésen, úgyhogy tényleg le a kalappal, és nagyon örültem én is. Mennyire fáj, hogy nem lehettél ott a két norvég meccsen? Na, úgy gondolom, hogy ez most teljesen lényegtelen. Nyilván nem esett jól a dolog, nyilván szerettem volna ott lenni a fiúkkal, de az a legfontosabb most, hogy csapatként sikerült kiharcolni ezt a kijutást az Európa-bajnokságra, és én úgy gondolom, hogy az egész selejtező sorozat alatt itt az volt a legnagyobb fegyverünk, hogy igazi csapatként tudtunk jól működni, és ezt teljesen hozta mindkét mérkőzésen a csapat most is, úgyhogy én nagyon pozitívan láttam ezt a két mérkőzést is. Mert gondolom, látod a felvételeket, hogy mekkora buli volt, és ezen nem voltál ott. Nyilván nem voltam ott, nyilván ez mindig is hiányozni fog nekem, tehát nekem most az sajnos nem adatott meg, nyilván kicsit bosszus voltam emiatt, de én örülök tényleg, hogy a fiúknak sikerült, és örülök, hogy részese voltam ennek, meg úgy gondolom azért a részemet kivettem a kijutásból, de hát nyilván ez egy kicsit fájóban számomra. Hol nézted a meccset? Itthon néztem, igen, kicsit elszeparálódva, és nagyon szurkoltam, tehát nyilván ez egyértelmű, hogy nyomon követtem folyamatosan mind a két mérkőzést. Hogy ünnepelted ezt a két győzelmet? Hát hangos újongással. Nyilván a góloknál igen, nagyon felugrottam, tehát fel is kiáltottam itt a nagy csendből. Itthon, amikor meg igazából lefutták a mérkőzést, én már egy kicsit bevallom, előtte elkezdtem ünnepelni, mert én már éreztem, tehát ott, amikor főleg a második gólt is berúgták a fiúk, onnantól kezdve már nem volt visszaút. Tehát az utolsó 5 percben mondjuk azt, hogy már igazából eldőlt bőven a továbbjutás. Az előbb említetted, hogy nem kerültél be, erre már fájtlat borítottál, viszont ugye amikor ez megtörtént, akkor azt mondtad, hogy a szövetségi kapitánnyal nem akarsz beszélni. Azóta beszéltetek? Nem beszéltünk azóta sem. Nyilván megvolt neki a dolga. Minden nap készítette fel a srácokat, amiket becsülettel úgy gondolom mindenki abszolút véghez is vitt. Nem volt, de hát nem tudom, hogy sor kerül-e majd rá. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Csapattársakkal beszéltél? Természetesen, hát ugye a két meccs előtt, közben, utána is folyamatosan kapcsolatban voltunk, mind a mai napig. Ez nem fog változni ezután sem. Én ugyanúgy szurkolok mindenkinek, tehát itt félreért, és nehogy esik egy pillanatig se, hogy én nem szurkoltam volna a csapatnak, vagy bárkinek is egy százaléknyi pici rosszat is kívántam volna, tehát ez nagyon távol állik tőlem. A fiúk ezt tudják is, hogy mennyire szurkoltam nekik. Nyilván itt ez egy olyan személyes dolog volt, ami nekem egy kicsit rosszul esett, hogy nem lehettem ott, tehát nem is kellett, meg nem is szabad ezzel most befoglalkozni, hiszen a legfontosabb ugye, hogy a magyar válogatott 30 év után újra megjelenik egy nagy nemzetközi tornán, és emiatt szerintem leírhatatlan a boldogság számomra, és az összes embernek, aki Magyarországon szereti, követi, vagy dolgozik a futballban, és csak ez a legfontosabb, és ez számít szerintem. Ott leszel Franciaországban az EB-n? Ebből nem kell kérdezni. Nyilván én mindent el fogok követni, hogy újra ott lehessek a csapattal, a fiúkkal. Ez mint eddig sem, ezután sem rajtam fog állni. Én azon leszek, hogy természetesen olyan teljesítmény nyújtsak, hogy ne legyen kérdés a szövetségi kapitány számára, hogy meghív-e. Nem tudom, hogy mit fog tartogatni a jövő számomra a válogatott szintjén. Én pozitívan látom a dolgokat. Itt most az volt abszolút a legfontosabb, hogy a csapat kijusson. Teljesen mindegy, ugye, mint láttuk is azt, hogy esetleg az első meccsen Gerozolival, a másodikon anélkül, vagy ugye, mint aki standarden ugyanúgy végigjátszott igazából a selejtezés sorozatokat, a juhászoros sem kapott szerepet egyik mérkőzésen sem. Itt nem szabad ilyenekbe belemenni. Szerintem az a lényeg, hogy közösen ezt sikerült kiharcolni, amit kellett, mindenki nagyon nagy